megörökítjük azt, ami nem lesz holnap. Hát ez így nem látszik. Szerintem a végén majd megmutatjuk, hogy hol vagyunk most éppen. Két búzatábla között, ami most pont nem is látszik be a teteje, meg macska sétáltatás közben. Cipő, gyere ide! Most már rendszeres program tényleg, hogy macskákat is el kell menni megsétáltatni. Na gyere ide, Cica! Leszarja a fejemet. Elment, kész. Ilyenkor ők vadásznak, mi meg lazítunk. És a ballont se tudtuk megörökíteni. És élvezzük a napsütést, mert holnap nem lesz már. Mindjárt macska megy a búzás táblába. Nem, az a macska. Tudom. Bement a... Tudom, csak a tegnapira való tekintettel. Ja, most egy nyúl szaladt el előttünk éppen. Ja. Mondjuk az már elég gyakran előfordult. Ja, így este fele, amikor naplemente van, van, hogy eljövünk egy picit így sétálni, csak így a mozgás meg a naplemente kedvéért. Bár most még nem most fog lemenni, most előbb jöttünk. És tényleg jönnek velünk a macskák. És ugye el vannak ilyenkor, hogy vadásznak, meg minden. Szobatiszták lesznek már lassan, amikor eljönnek, akkor intézik a dolgukat, nem? Ja, ja. Cipő, gyere már ide, hát nézzenek oda. Tisztességes távolság azért az mindig megvan, szóval azért annyira... Hát attól függ. Igen, milyen kedve van, mert most éppen vadászos kedvében van. Hopp, valamit... Ja, ott mozog, figyeld, jön kifele. De nem látszik a francba. Hát mi láttuk. Cipő! Koko! Szóval két búzatábla között ülünk, ez körülbelül... Hát szerintem ez van egy méteres, nem? Vagy nincs. Egy méter közeli magasságú. Hát ilyen 70-80 Hát nekünk így idáig ér, pont így a kép tetejéig. Nem, még följebb valamivel. De hát látod ott... Mértani pontosságú, egyforma, magas, minden egyes búza. Igen, és ezt nem értjük. Ez hogy lehet ez? Hát jó, megmódosultatták a génjeiket, vagy milyen van a növénynek. Tehát, hogy ilyen egyforma legyen, tudod, akivel lenne a faluba beszéltünk, akinek külön ez volt a munkája, hogy kifejlesztett ilyen alacsony növésű búzákat. Nem, mert kukoricák. Vagy kukorica? Hát valami növény, ami alacsonyabb növésű legyen, pont a szárazság tűrés miatt. Hogy ne nőjön olyan sokáig, hanem nőjön meg valameddig, és utána egyből jöjjön a termés, mert nincs idő. Annyi tulajdonképpen, nem? Mert a búza is például, hogyha jóval magasabb lenne, most neki szerintem tökéletes. Süt a nap, esik eső, rengeteg, most nagyon szépen nő a búza. Nagyon durván. Nem úgy, mint a valamelyik évben a napraforgó, ami csontra leszáradt, úgy, ahogy volt. Hát, ja, de akkor nagy szárazság is volt, azt én. De akkor nem ez, ami most, ez a nagy asszály. Nem, az nem, a nem. Durva, hogy... Hanem akkor a meleggel társult. A az a helyzet, hogy be vagyok. Locsolás. Hát tényleg már az őzek egyszer csak itt jön, azt itt elúgy. Na mondjuk az nem lenne egy olyan nagy probléma, mert neked nem ártana, mert te beszélsz. De nem, jó, hát mondjuk hallani beszélsz, hall, az biztos, igaz. Biztos, hogy nem fog. Figyeld, ott ülnek és vadásszák. Figyeld, vadásszák a búzatáblát, és egyszer csak így ül a macska, és egyszer csak eltűnik így a szedi a búzát, aztán dagasz, tudod. Ja, mert most is figyeld, ott ül, vadászik. Egymást vadásszák. Meg befele is, ma az előbb beugrott a cipő. Csak már ki is jött. Mekkora élmény lehet nekik ilyen hatalmas nagy búzatáblába, úgy mennek csak úgy benne? Hát mint a gyerekeknek is régen volt ilyen, hogy labdáztak gyerekek, meg nem tudom, mármint, még mi hogy búzatáblába? Csinál. Nem, hát amúgy a természetbe. Ja. Amit ugye nekünk te is lakótelepi voltál, én is, így nekünk ilyen élmény olyan túl sok nem volt. Ami volt, az a panelek közötti nekem, dolgok ami voltak. Volt például füvesztünk. Fogtuk az ilyen füveket, így kihúztuk. Úgy érti? Úgy érti, így. Kihúztuk, és élveztük azt, hogy én legalábbis, hogy ilyen puha a vége, meg végigvágtam, megettem, kiijedtem belőle ezt, nézd, milyen nedves cuccot. Szerveket így kipréseltem, és ezt így megettem. Hát meg a másik, hogy ez a... Én barbiztam. Ezzel a fűvel nem lehet ezt csinálni.
mert ez lepottyant. Nem ettél növényt? Nem, a fiúk voltak ilyenek, de én sose voltam kecske. Én nem ettem növényt, azt mondja, nem ettél növényt. Figyeld, ott van, látod, oda néz, milyen szép, tiszta, friss víz. Vagy nem. Közben az ugrik be, hogy a búza mellett, ahogy ülünk, hogy érdekes, hogy minden növénynek van egy ilyen negatívja, vagy hogy, tehát egy ilyen mutáns gyomja, hogy úgy mondjam. Már itt arra gondolsz, hogy a fű ugyanolyan magas és hasonló kinézetű. Nem a fű, hanem ez a toklász. Ja, az meg a másik, igen. Én gyerekkoromban úgy hívtam, hogy süni. És így, na látod, amit most mutatsz, ez a füves dolog, nekem meg az volt, hogy a sünit így beraktuk így a gyerekek a tenyerünkbe, és akkor így kiízéltük. És akkor így kibújt, vagy ezen az oldalon már nem tudom, de így a tenyeredből így kibújt a süni, ahogy dörzsölted a tenyered, csak az volt a süni. Hogy ez kitalálta ki, vagy mi volt, ez én nem tudom. Na, mi ilyeneket csináltunk. Igen. Cipő? Közben próbálom ide. De akkor hagyd, hogy pofozza föntről, mert... Azt akarom. Földön húzzad. Azaz. Na, gyere be a képbe. Képtelenség. Ott van. Ez képtelenség. A megsétáltatott macska. Cipő meg azóta is ül és vadász a búzatáblát, hát ha valami történik. Cipő! Gyere ide, kis cipő! Gyere ide, kis cipő! Folyamatosan figyeltek arra, hogy elkapjad. Elkapjad. Na, egy pillanatra sikerült azért. Ja. De akkor most milyen távolság tartó? Hát mert nézd meg, ott ül és vadászik. Ja. Csak most felfigyelt rá, azt mondja, egy ember közelben van. Valami lehet, hogy valami kap, de nem. Meggondolta magát. Hát ez az ősz tegnap még mindig nem tudom túltenni magam rajta. Ez olyan volt, mintha meg se történt volna, mintha álmodtad volna. De azért olyan lehetetlen, meg olyan fura az egész, mert tényleg egy másodperc volt. És azt beszéltük, hogy tulajdonképpen ahogy ugrott, át se ért. Tehát mármint épp az, hogy átért. Tehát a patának a hangját egyikünk se hallotta. Hát nem volt. Is, hát egy az, nem. Hogy mentünk is biciklővel, a másik meg, hogy mi voltunk az út szélesség. Ő itt volt, út közepe, és az út másik vége. Tehát, és most mit akartál elmondani? Hogy nem ment a patával az úton, hanem csak dobbantásra használta az utat, és egy dobbant. De nem dobbantott. Hát előttem, de, hát ott ugrott mi, egyet. Leugrott? Hát az útról ugrott egyet, igen, persze. De ezt mondom, hogy én nem is hallottam még a patáját. De hát abból valami is volt, mert onnan csak így rugaszkodott, így kész, és ment tovább. Meg nehéz lett volna a menet közben, tudod, nem nagyon... Hogyha így ment volna esetleg az aszfalton, akkor talán hallani, de... Hát de akkor is, ahogy leérkezik azért, az nem akármennyi súly azért az. Mm-hmm. És azzal az erővel, amivel leérkezik, mert eddig azt mondtad, hogy nem érkezett le. Hát az hanem, ugrá... hogy átugrotta egy-egybe az utat. Hát úgy, hogy egy dobbantás volt azért az út elején, vagy közepén, vagy valahol, biztos. Mert nem egy ilyen nagy ívet van, ami megmaradt előttem, hanem egy ilyen. Ja. Na mindegy, érthetetlen. Hát még emésszük ezt egy darabig, de az biztos, hogy ez most azért rendesen helyre rakott, mert jöttünk mi már abba az erdőbe éjszaka is haza, sőt úgy is jöttünk, hogy biciklilámpa nélkül. Ugye egyikünknél volt, közlekedik. Vagy telefonnal világítottunk. Micsoda? Éjszaka szerintem nem közlekedik. De figyelj, éjszakai lehet. Állatok, vadak, mi nem tudhatjuk, űzi valami, érted, bármi lehet. Ja. Ezek után szerintem jobb az óvatosság, meg ez a lámpa nélkül, ez... Eddig én nem paráztam így lámpa nélkül annyira közlekedni, annyi, hogy nem látsz, és ez zavaró. De telefonnal világítasz, és akkor tolod a biciklit, vagy volt olyan, hogy próbálkoztunk, ahol nem volt lejtő például. Mm. Ott volt, hogy azért így a kormányon tartod valahogy a telefont, aztán ugye meglett a biciklilámpa, ott már nincs gond, de... Volt egy ilyen időszak, amikor még az se volt. Ugyanis keresni kellett, hogy milyen fényű biciklilámpa kell a biciklire, mert 1000 verzió van, de hát nem értesz hozzá. Fácán közben, ott csottant. Nem hallottad? Felszállt egyet. Ez a tipikus fácán, ez a... Csak nem ilyen csiripelős, hát olyan hangot nem is lehet ilyen. Na, most egy fácán hangot, hogyan? Hát az ilyen berekedt, ilyen... Az ilyen rozsdás hang. Nem, az se.
Nem lehet olyan hangot. Viszont valamit láttam itt közben, hogy figyeltem a dolgokat. Na. Tegnap amúgy a mókustól kezdve a zöldjíkon keresztül, a zöldjíkat én nagyon imádom, oda vagyok érte meg vissza, meg az ilyen leguán, meg ilyeneket. Csak azért nem foglalkozunk ilyennek a tartásával, mert nagyon macerás, és szegény állat, akkor már inkább nem. Tehát nem, annyira nem lehet önző az ember, hogy tartson egy ilyen állatot, hogy most ilyen akvárium, minden szírszart megveszel hozzá, és akkor szegény állat vagy túléli, vagy nem, mert hogy odafigyelsz eléggé, szóval nem. Állandó hőmérséklet, meg ilyenek. Na mindegy, de viszont ez a zöldjik, ez itt élő dolog, és na, gyönyörű szép, nekem ja, nagyon jó tetszik. Nagy volt, ami így átszaladt előttünk. Ezt már az első évben is találkoztunk egy ilyen, emlékszel? Mm. És akkor is hogy oda voltam? Hát ott le is fotóztad a sarkon. Ja, ja, ja. És azt is láttunk, meg mókust is láttunk, meg amúgy az rendszerint, vagy rendszeresen velünk megtörténő dolog, hogy ahogy kikapcsoljuk a kamerát, tuti, hogy jönnek vagy lovak, mármint lovasok, vagy mutkora kutya volt, így vagy valami, igen, valami történés van, ami ahogy vége. Ja. Ez pedig most a jelenlegi búzának az állapota, de azt akartam megmutatni, csak nem sikerült, megmondom neked is, hogy teli van poloskával. Azt figyelem, amióta itt vagyunk, ott is ott hát, egy polos. Tudod miért? Megint esett az eső. Ha? Szerintem ha, mondjuk a tavalyról is biztos. Búzára van. Is rámennek a poloskák ezek szerint, mert nem egy búzán rajta van és láttam, csak hát ahogy hozzáértem már leesett róla. A jelenlegi állapota a búzának az nagyon zöld. Következő nyertes szám. Az egy búza szem lesz, ami... Macska? Viszkázt mennének? Még nincsen búza szem, annyira nincsen, hogy egy ilyen nagyon puha, nézd, ez a búza szem. Ebből lesz a búza szem, ilyen puha. De ez milyen, hogy neki meg nem mutatod? Hát azt nem tudom megmutatni. Annyira pici. Ugyanolyan, mint a rendes felnőtt korában, csak zöld és kisebb, és kicsit szögletesebb. És ilyen fehér. Hát kívül fehér, igen. Belül látszik, hogy növényből van, tehát zöld, a külső réteg pedig ilyen fehéres. És? Megeszed a nyers búzát? Nyers kenyeret, hallottál már ilyet? Te ez finom. Hát a búzacsíra is, tudod a... Ez finom. Tudod, milyen íze van? Én megkóstolom, de ha meghalok, te vagy. Ő a hibás. Nem, kóstolom, nem. Ez amúgy nem basszus... kukac, ez az. Nem, egy az egyben zöld borsó íze van. Esküszöm. Ez finom. Zöld borsó ízű, nem? Amikor nyers zöld borsót eszed. Tényleg finom amúgy, ugye, de semmi mi? Köze zöld borsóhoz, csak a színe legfeljebb. De ettén nyers zöld borsót? Igen. Most hallottam a fácán. Most szétdurranunk az egészségtől. A búzának már a... Már jön a cipő is akar. Igen, ugye? A leg csirájának a... Nem is, amúgy nem csira, a búza csira az más, tudod, maga a magnak, a búza mm-hmm. magnak a csirája teszik ezt meg. Jó kis be, mit tudom én, vegyszerezett izét megesszük. Mert ugye ezt nem tudhatod. Hát de ez bió. Itt csak bió növényeket termelnek az ember. Hova lettél cipő? De az finom. Előbb erre jöttél. Eltévedünk egy búzatáblán, akkor nem tudom, hogy ez mennyire bírja az emberi szervezet ennyire két szemből töményen. Nem lesz bajunk. Ja, biztos, hogy nem. Bár amúgy vannak olyan növények, amik nagyon kevés mennyiségben is rossz. Jó, hát én azt tudom. De szerintem ez nem a búza lesz valószínűleg. Azért a krumplit nem fogjuk enni a krumplinak. Van annak bogyója tényleg? Minek? Jelenlegi krumplinak, mint olyannak, van a bogyója? Bogyó nincsen, hát a föld alatt a gumói nőnek. Igen, de emlékszel, hogy elvileg az a legenda, hogy a krumplit, amikor megették annak a bogyóját, az mérgező volt, és hát akkor a bogyót, amit felgyújt. A földből kiszedtek, igen, az. De hát az nem, az nem mér, az miért mérgező? Mert amikor még gondolom nincs kifejlődve, és még zöld volt, pici volt, lehet akkor. Nem tudom. Mert volt zöld a föld alatt a bogyója a krumplinak? Hát mondjuk igaz, mert az egyből elkezd nőni már alapból barra. Nem tudom, nem tudom. Lehet valami olyan fajta vagy volt, olyan, vagy az olyan egész csak kamu és krumpli volt, igen, már hát végül is, ja. Mert hogy én ezt úgy hallottam, hogy a sült krumplit úgy találták föl, vagy a krumplit, ma nem. Bár lehet, hogy ez csak jó hangzik, és azért lett így. Ja, hogy felgyújtották a francba. Hát sok hülyeséget írnak a neten, bár ezt nem onnan van, ez még szerintem régebbi dolog, de hát a fene tudja már.
Menjünk tovább. Amíg menjünk még tovább, van, ne menjünk még, vissza. Amíg még van napja. Megint a fű, vagy fűbe, búzába jár valami. Macska. Biztos? Kiugrott, egyszer csak kidőlt egy fű. Látni? Hopp. Nem látni, basszus. Nem látni. A kokszivót kiérkezett a fűből. Mármint a... Még megint búzét mondunk, füvet, búzát. Mármint a búzáért. Megint bezuhant a búzába. Vetődik. Na menjünk tényleg? Menjünk, persze. Jó van. Nem mutatod meg ezt a búzát akkor, ha megmutatom. Mondjuk én úgy gondoltam, hogy magát a izét. A szemet. Nappal együtt. A szemet, ja, és hogy milyen áldozatokat hozok én azért, hogy filmet lehessen készíteni. Na. Légy szíves, mutasd meg, mi volt a tartó. És hogy milyen áldozatokat hozok. Cipő, mint ávány. Szóval ne mondd, hogy nincs ávány nálad, hogy ha akarod, akkor úgy is van, mert leveszed a cipődet, azt használod, mint ávány. Ott meg a búza. Önfeláldozóan. Jó? Tábla. Enélkül nem ment volna ma ez. Úgyhogy... Ott meg a naplemente. És hogyha megyünk befelé, a sok, az de jó, oda néz, milyen jó, sok búza. Amúgy tök jól néz ki a búza így a naplementébe. Mértani pontossággal egyforma magas. Na de várjál, ki pucolok akkor egyet, amit mutattál. Nem? Mhm. Most beragadtunk? Nem, csak hogy élvezhető legyen a naplemente. Amit pucolod. Ilyen a búza. Jelenlegi állapota. És ebbe az állapotból kiszedett búzaszemet, amit megkóstoltunk, és tök finom volt. Hát ez most így nem nagyon jött ki egybe, de mindegyet így látod. Szép gyomlálós ujjakkal. Igen. Kertészeti munkálatok nyomai láthatóak. Várjá. Megpróbálom megint. De ez nem olyan érett, mint a másik volt, nézd. Az a fehér valami. Az a fehér valami, az volt, ami... Na mindegy, hát ebből el tudod képzelni, láttad. Nem, nem jött ki egybe. Ja, mert nézd, ez így szétáll. Ez ilyen három ágú valami. Ja, az úgy már egy kicsit másképp, más szerkezetű. Hát ott ilyen. Nehéz neki, de az, az viszont annál inkább jobban érezhető. Hoppa, majdnem leestél. Hopp, egy macska. Gyere, cipő. Na gyere! Na, teje! Na teje! Teje, ne félj! Gyere! Most mitől félsz? Gyere! Gyere! Azt mondja, ez jó itt.